Tovább melegszik az idő, az időjárás híreiről most Onyuta Juditot kérdezem. Szervusz, Judit! Szervusz, András, köszöntöm a kedves nézőket. A következő három napra tervezhetnek bátran strandprogramot, hiszen a napsütés mellett csupán időnként növekszik majd meg a felhőzet, és számottevő csapadék egyáltalán nem valószínű. Már az éjszakai órákban felszakadozik, csökken a felhőzet, és csapadéktól nem kell tartani, reggelre pedig 10, valamint 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap napközben sok-sok napsütésben lesz részünk, alig jelenik meg majd felhő az égen, és eső nem várható, a hőmérséklet a csúcsértéke pedig 28 és 33 fok között alakul, vagyis, mint említettem, igazi strandidő várható. Ezzel szemben a Kárpát-medence északi területein holnap is folytatódik az erősen felhős, borongós időjárás, és ott bizony többfelé kell esőre, záporra, néha zivatarra számítani, míg Európa déli részein holnap is sok lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke ezeken a tájakon pedig helyenként a 35 fokot is meghaladja majd. Ennek ellenére a nyugati, illetve északi területeken holnap sok lesz a felhő, és ott folytatódik az ilyenkor szokásosnál hűvösebb idő. A következő két napban nálunk még igazi nyári időben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke többfelé 30 fok fölé emelkedik, majd szombaton délután egy gyenge hidegfront érkezik, amelynek hatására a jövő hét elején ismét egy picit változékonyabbra fordul időjárásunk. Én köszönöm a figyelmet, a szó a stúdióé.